Lezárult az első érési ciklusnak az értékesítése. Mintegy 3800 kg szilvát értékesítettünk szedmagat formában, mondta Gyökeres Sándor igazgató. A szilva termésünknek a betakarítása és értékesítése volt folyamatban. Lezárult az első érési ciklusnak az értékesítése, mintegy 3800 kg szilvát értékesített az intézmény szedmagad formában, ami azt jelenti, hogy aki érdekelt, és aki úgy gondolta, hogy megéri, akkor leszette a szilvát, lemértük, és a 200 forintos egységáron megvásárolta. Ez az első ciklus, ez lement, ez a csacsanszka szilva fajtával. A besztercei és a Stanley fajták is szintén a szedmagad fenti formában kerültek értékesítésre. A szilva egy részéből mintegy 200 üveg lekvárt is főzünk az intézményünk saját tanüzemében, mondta Gyökeres Sándor igazgató. A gépműhelyekben elkezdődtek a karbantartási munkák, hiszen a szakemberek az őszivetésekre készülnek. Természetesen a javítási munkák, illetve a karbantartási munkákat végezzük. Ez épületekre is a szántóföldi növénytermesztésünkben alkalmazott gépeknek a előkészítésére is vonatkozik.